magyarázza meg nekem, hogy miért rendezkedik be egy társadalom arra, hogy egyfolytában szégyen érzetet okozzunk a másiknak. Félek attól, hogyha a gyerekemet nem jól szabályozom, akkor engem fognak megítélni, és rólam alkotnak egy véleményt. Ezért aztán elképzelhető, hogy öntudatlanul is jobban korlátozom a gyerekemet a nevelés, a szocializáció során, mint kellene. Azt mondja, hogy nem is azért szólok rá a gyerekre társaságba, hogy hogy eszel, meg hogy ülsz, meg tedd fel a kezedet, vagy tedd le, nem is tudom, mert én szerintem fontos, hanem mert én attól félek, hogy én megszégyenülök azáltal, hogy nem szólok neki. Hát hogyne? Hát ilyen hülyék vagyunk. Nagy része ezeknek a dolgoknak tudattalanul történik meg. Tehát, hogy nagyon korán megéltünk valamit, ez ugye mélyen íródik be az idegrendszerünkbe. A tudatos elménk erre nem lát rá, nem tudja kontrollálni már, hogy mi történik velünk, amikor belekerülünk azokba az úgynevezett inger helyzetekbe, ahol mondjuk bevillanhat az, hogy akár engem, mint szülőt megítélhetnek. De Isten ilyen megtalálta ezt az örökölcs, tehát az eleve elrendelés, nem eleve elrendelés gondolatot. Nyilván nincs ebben semmi új, nem tudom, a Párkáktól, meg a Moiráktól, a reformáción. Hát nem mindig érdekelt minket. Már a magzati korban történik egy olyan változás a fejlődő magzat szervezetében, idegrendszeri fejlődésében, ami meghatározza aztán később, hogy hogyan fog működni. Van egy ilyen fajta öröklődés, ugye ezt úgy hívják, hogy epigenetikai öröklődés. Ezt letenni nem tudjuk, viszont tudunk változtatni azon, hogy ez hogyan működik bennünk.